Nagy hagyománnyal és már-már történelemmel bír a Tolnavár megyei népdaléneklési verseny, melyet Bogár István emlékére szerveznek. A rendezvényt még Szabadi Mihály kezdeményezésére indították útjára a 60-as, 70-es években. Áprilisban lezajlott a két elődöntő, nagy örömünkre 50 produkcióval neveztek ebben az évben, előző évhez képest ez egy jelentős emelkedés, és ami még külön örömteli tény, hogy újra reneszánszát éri a népi hangszeres zene, ugyanis nem csak szólisták, nem csak csoportos produkciók népdal éneklésben hangzanak el, hanem egyre több a népi hangszert felelevenítő és újra kézbevevő fiatal is. A legjobb minősítést megszerző produkciók és előadóik aztán a szekszárdi szüreti napokon is színpadra léphetnek, így megmutatva tudásukat és tehetségüket a környék egyik legnagyobb szabadtéri megmozdulásán. A Gólyabanda a mi nevünk, és van három prímás most éppen a versenyszámban, és a tanáraink, vagy esetleg aki kísérletet tanul, ő besegít nekünk. A zsűri szigorúan, de azért mégiscsak tisztességesen értékelte a versenyzők teljesítményét. Elnökük szerint az értékeléskor azt az élményt keresik, amelyet a színpadon állók kiváltani képesek mondanivalójukkal, esetleg virtuózitásukkal. A népdaléneklésben ez az anyanyelvi megszólalás, ez nagyon hosszú évszázadokon át csiszolódott ki, de az érzések azok akkor sem változtak, hogyha közben az életmódunk gyökeresen megváltozott. Tehát elsősorban azt nézzük, hogy vajon önazonos-e az, aki énekel, aki muzsikál, neki ez jelent valamit? És itt ezen a versenyen az a tapasztalatom, hogy évről évre, sőt, hát a verseny hagyományait figyelembe véve évtizedről évtizedre megőrzik azt az alapvető emberi igényt, és azt az alapvető emberi lehetőséget és képességet, hogy kifejezzük magunkat. Az elnök megosztotta még velünk, hogy a népi hangszerekre egyre nagyobb igény mutatkozik, trendé vált, és már nem csupán idősebb korban, de fiatalon is egyre többen keresik az e-féle lehetőségeket.